Mindannyiak, na bizd ki a fia, amit találos az meg azok lesz a fia, amit találos az Ez, ez ilyen, várjuk a Maninnak, a... várjuk Maninnak a Rage zenét <laughs> Ez a top comment Maninnak mindig pro típjei vannak, de hát ez nem jó, ez nem jó Maninnak speciálban, ez nem Rage, ez Rage, ez nem Rage ugyanazt csinálja, mint a Yeet. Hát ő is hallgat Yeet-et. Tudja mi ez a Rage? Ez nem Rage. Ez ilyen K. Kevin Fit type beat. Ez ilyen K. Kevin zene amúgy egy kicsit. Nincs rajta vokálan semmi, tiszta ró az egész szerintem. És hát a Stikinek nem olyan jó hangja, meg úgy nem zenész. Szóval uh, lehet, hogy kéne rá keverés. De ez csak az én tippem. Na, mert a meg azok lesz a fia, amit találos az Nem úgy van rajta keverés, de nem tudom hát szerintem autotun az nincs rajta. Még lehet, hogy nem is kell erre sok. Lehet, hogy valami rajta amúgy minimális. Nem, nem tudom eldönteni. Nehéz ezt meghallani. Akkor fog meg ezeket. Ó, már kezdek oh. fáradni. A francba nem tudom visszahúzni. Ö, ö, nem, nem akarok f*** lenni, de... Nem? jó, eng engedjük el, engedjük el. Hogyan építettem online vállalkozást három rémegyszerű lépésben teljesen nulláról? Ez akkor is működik, hogyha nincs saját terméket, weboldalad vagy esetleg technikai tudásod. Az első lépés az, hogy találj egy jól bevált affiliate ajánlatot. Olyan nem létezik. Igen, folytassuk. Legjobb, hogyha egy havidíjas szolgáltatást promózol vagy platformot, ahol az ügyfelek egy előfizetést fizetnek minden hónapban, és így te havi díjas jutalékokat tudsz nyerni, teljesen passzívan. Igen, ez én vagyok, amúgy látszok, fel kell iratkozni a Twitch csatornámra. Ennyi, meg online vállalkozás, rácok, adom a tippeket. Nem kell... Kör fészkem. Az miért? Az a semmi baj nincs, az amúgy szerintem körülakú király. Kör XDD. A kör fészkem az jó lehet, pár játékhoz, de itt felesleges. De, 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 ja, játékoknál van olyan játék, ahhoz nem jól nézhet ki. Szará volt reklámozva. Hát igen, ha 350 ezer ember megnézte be, három kommentet. Nem érdekel, menj a faszba. Látnám, de igen, rossz, hogy mindig te jössz be. Automatán elegem volt. Ha. 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 Kell a te saját terméked vagy szolgáltatásod legyen, viszont jutalékokat tudsz nyerni úgy, hogyha ajánlod a saját affiliate linkeden keresztül azt a bizonyos terméket vagy szolgáltatást. A második lépés az, hogy használj egy automata vásárló rendszert, hogy folyamatosan újabb ügyfeleket tudj hozni. És nyilván értékesíthetsz úgy, hogy nem kell neked személyesen beszélned senkivel, ez nem valami MLM vagy hagyományos értékesítés is az. Nem, ez csak egy fasság. Facebook hirdetések által végtelen kattintást lehet generálni. Hát kattintást igen, de való, valódi retention azt nem. Nem. Utolsó lépés az, hogy generálj végtelen kattintást Facebook. Szóval jön neki most az az izé, hogy én most mit tudom én mondom azt, hogy van egy tök fasz a porszívó az Amazonon, nektek, beküldöm a chatre, megveszitek az én linkemen, és én kapok abból pénzt. Ez így működhet. Úgy is működhet, ha mondom azt, hogy van ez a faszacuc, mit tudom én, valami szar előfizetés, egy idiótaságra, nem tudom, hogy milyen dolgok vannak, aminél az előfizetés mellé még van affiliate marketing is, nem túl sok ilyen oldal szerintem, de ha van, az is általában valszeg fasság. Tudtok mondani egyetlen olyan platformot, ahol tudsz saját linkkel keresni pénzt úgy, hogy havidias előfizetés van, és nem scam. Hát Revolut, meg az ilyen kriptovaletek, ezeket tudom mondani igazából. Bank online bankos cuccok, meg uh, kripto. Ez a kettő, ez meg már az, azért a legtöbb embernek szerintem van, aki benne van egy kicsit is, aki meg nem, az meg mi a faszért akarna peregisztrálni, ha nem érdekli a dolog. Ez a legalapabb dolog, hogy az interneten hogyan csinálj pénzt, ez ilyen, ez ilyen semmi, ingyenes training, automatizált vallalkozás. Jézusom, hogy néz ki ez az oldal, egy drága hotelszobában fotózta a képet, szóval nagyon gazdag valószínűleg. Add meg az e-mail címet, hogy hova küldjem a videót. Ja, hogy ez már az a videó? Facebook hirdetéseket használva. Teljesen. Hát az e-mailem e nélkül is sikerül. arztalanul. Értékesíthetsz több száz embernek is akár egyszerre, anélkül, hogy használnád az arcod, és mindezt teljesen automatizáltam. A legtöbb ember az rá szokott kattintani a reklámokra, én is mindig így nézem, hogy milyen reklámok vannak most, hogy rá tudjak kattintani. Viszont ezt az egészet megmutatom egy ingyenes tréningen belül, ezen a videón találsz egy... Hogyan kerestem több, mint egy millió dollárt ezzel a titkos üzleti modell? Ezzel a titkos üzleti modell által. Ez így konkrétan kiszcrínelem. Bármelyik pornoldalnak a jobb oldalán vagy bal oldalán láthatod. Ez konkrétan egy pornoldal reklám. És még a fordítás is de nagyon jó. Helyesírási is van benne, nincs benne vesző, és, és, és még a nyelvezet is olyan, hogy Google fordító az egész. Egy, egy magyar ember egy Google fordított szart promóz, vagy csak egyszerűen nem tud írni. Zseni, köszönjük. Ez nagyon jó videó volt. Szavaztok gyerekek! A legtöbb Zero cola az Aspartánban készül, viszont a Zero Six az teljes mértékben Aspartán felhasználása nélkül. Na, és most mondd el, hogy mi az JVM. Ha el tudod mondani, hogy mi az, megtapsollek. Nézzük, el tudja mondani. Készül. Mm, érzem, mert ebbe, ebbe nincs is. Nagyon-nagyon mm. finom nekem ez a kedvencem. Erről, ennyi. Mis. Megvártak a szünetben. Hát sajt 32, ez relatable content valószínűleg a nézőidnek, főleg, hogyha hordják a mörcsöket is. Aha, ez, yes, aha, egy rákkeltő anyag. Én szerintem, szerintem minden rákkeltő anyag, amit fogyasztunk. Mit szóltok ez? Az oxigén is rákkeltő, mivel a tested be szívod az oxigént, hogy éljél, aztán egyszer úgyis megdög lesz valamibe. Szóval az oxigén is halálos, minden halálos. Féljünk mindentől. A félelemre lehet a legjobban építeni a marketinget, és a félelemmel lehet a legtöbb embert megmozgatni. Ugyanezt csinálja a magyar kormány is, meg kurva sok cég. Minden szarra, ettől, meg ettől. Mindig csak félni kell valamitől, és akkor jönnek a cégek, és azok kínálják a megoldást jó pénzért. Az igen. Köszönjük a megoldást. Meg odadják ugyanazt a szart, máshogy, más néven. Ö, azok vannak bannolva egy éven belül a csatornán, akiket nem szeretnénk, hogy itt legyenek. Ah, hát akkor tudjuk, hogy miért vagyok kibannolva. Ennyi igazából. Szia, Manin! Megfejtettük, hogy miért vagyok kibannolva. Ennyi. Azokat bannoljuk, akiket nem szeretnénk, hogy itt legyenek. Ezt elmondom, hogy hogy hívják. Most figyeljetek, most figyeljetek, doppergés, doppergés. Diktatúra. Nem baj, az ő platformjuk, az ő platformjuk. Autipajs. Vannak bannolva egy éven belül a csatornán, akiket nem szeretnénk, hogy itt legyenek. Ezt, ezt, hogy mi határozza meg? Hát nyilván vannak ilyen alapdolgok, vannak olyanok, amiket a szituá szituációhoz ki, meg van ugye a moderátor hobbi, ugye a nevek miatt, milyen ilyen, ilyen kecskelapát, meg meg ilyen nevük felhasználókat takarítanak el. Imádom. Igen. Ö, ennyi, amúgy Össz összességében én azt gondolom, unbannak is vannak. Vannak, Ö, de amúgy én nem kaptam. De azt szoktad, hogy olyan nagyon sokban egyébként nincs. Nincsen. Oh. Srácok, írjatok egy egyest. Ha ki vagytok bannolva a The VR tól légy szíves, mindenkinek egyes, aki bannolva van. Hát nem tudom, ez elég sok egyes. Ez, ez elég sok egyes. Még ha ennek a fele is igaz, már az is elég sok. Sem, egy ez mind, ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen... Urbán Ez egy ilyen urbán teóriá. <laughs> hogy lehet megnézni, hogy hány ember van bannolva? Most megnézem, hogy nálam mennyi van bannolva csak. Ennyi ember banoltam kb. 800-900 körül. Ez 6 ha, sor. 6 sor egy ember, úgy nézem. A VR-nak több van, aránylag amúgy szerintem, hát nem tudom, hogy mennyi az all time chat mondjuk egy hónapra leosztva. Ezt kéne megnézni, de hát azt meg hol nézem meg. Saligno, megnézem magamat, meg megnézem a Virslis 2019 óta bannoltam Me, mennyit mondtam? 800-900 ember? Hát akkor nekik olyan 8900-et kellett volna bannolniuk kávé nagyságrendileg. És azt mondtad, hogy három év alatt 7000-et bannoltak, szóval akkor elméletileg azért tűnik ez olyan soknak, mert alapból többen vannak. Megfejtettük? Lehet, hogy ez tényleg csak egy teória, mint ahogy a János mondta? És nem vagyok szigorú. Amúgy én, nem vagyok szigorú, de az idiótákat nagyon szeretem kibaszni. Három év alatt 7000 soknak hangzik. Hát de de mondjuk annyira nem is írnak sokan náluk, mert ők inkább gameplay-t tolnak. Na várjál, 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 várjál. Én just chattinget csinálok, haló. A just chatting egy sokkal megosztóbb dolog, mivel mondok dolgokat, amikre válaszoltok, beszélgetünk, stb. stb. Ezért nálam legalább kétszer annyi nak kéne lennie, mint náluk. Aránylag. Tehát egy gameplayhez azért nem lehet olyan sokat írni. Tehát ezek közül az emberek közül mennyit csetelhet? Az a baj, hogy hiába osztom le, meg minden, meg csinálok belőle izét, akár egy táblázatot is, nem tudom, hogy mennyien uh, írnak a csetjükre, nem tudom megmondani. Ott a Happy Hour, jó, oké, okay, ott a Happy Hour is, azt szokták a legtöbben nézni, Special Events, ez mi? Meg kell nézni a Just Chattinget, mennyit nézték. Aha, a podcastet, azt, uh, hát, a negyede podcast, szóval nem, nem a Happy Hour teszi ki azért a nagy részét ennek. A sok, sokat csetelő, mert kérdezni meg backstage jó munka, csak a modok nem szeretik. Hát igen, akkor ezért van ennyi náluk. De szerintem is az egy kicsit soknak hangzik ez akár, hogy is nézem. De azt se tudjuk, hogy ezt most tényleg mondták e vagy csak beírta valaki csetre. Na, An animation írta be, azt hiszem. Nem tudom ezt hol hallotta. Lehet, hogy csak rémlik neki valahonnan. Nem tudom, hogy mondtak-e ilyet, hogy mennyit bannoltak, de majd lehet, hogy támadják. hétköznapi megszokott dolog, hogy azt mondják, hogy mindenki bannolva van, Mindenkit bannalok, aki nem ért velem egyet. Ezt, uh -huh. ezt szokták mondani. Én szerintem, hogyha egy hónapban egy ember bannalok, a sok. Én egyáltalán nem szoktam. Ebben szoktani. az évben én egy ember bannalok. Te csak egyet? Ebben az egész évben. Én vagy hármat, vagy ezt négyet. Én vagy hármat, vagy négyet ö, 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 szoktam. De, de amúgy nem, hogy nem. Nem, nem. és Az fake info a mennyiség valamelyik happy hourban mondták, de már nem emlékszem a mennyiségre. Hát de pár ezer volt, nem? a durva, hogy ráadásul ezt látjuk is, mert van róla a log. A moderátorok se bannalnak egyébként olyan nagyon sok embert. Sokan vagytok, az tény, tehát ugye itt az aránya Persze. A, a lényeg, de nem, tehát nagyon kevesen szokták átlépni amúgy alapvetően a, a azt a határt. Hát, de hogyha beírja a hogy sziasztok, az átlép egy határt. Az nem. Valahogy az valahogy megütötte az küszöbét a Pistinek. Pedig amúgy nem szigorú. Igen. Én személy szerint tudjátok nagyon jól, hogy egyáltalán nem érdekel az embereknek úgy a véleménye a dolgokról, uh -huh. úgy különösebben. Nem érdekel, csak mindig beszélsz rólad, hogy ezek az emberek így fikáznak, meg úgy fikáznak, miért nincs jobb dolguk? Miért nincs jobb dolguk? Jaj, ő, hát biztos kicsi a kukiuk. Jaj jaj, 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 hát név nélkül mondom, nehogy tudja, kiről van szó. Név nélkül mondom, de azért odaszólok minden második happy hourba. De engem nem érdekel, én engem nem érdekel. Imádom. És pláne nem értek egyet azzal, hogy most azt, hogy odafosod azt, hogy mit gondolsz dolgokról, annak van relevanciája. Mármint abból a szempontból, hogy szerintem érdemes tudatni az emberekkel, mit tudom én, Twitteren, mert nagyon sok helyen csinálják, hogy hogy senki nem kérdezte, hogy mit gondolsz a dolgokról. Ja, erre szokott az lenni a válasz, hogy téged sem kérdeztek, erre szokták azt mondani, hogy de. Vannak dolgok, amik így nem állnak egyenesen az interneten már vagy négy éve, vagy öt talán, és akik ezt nem tudják megszokni, azok mindig belekeverednek ebbe az ellentmondásba. Persze. Ezt, ezt, ezt most nem értettem, hogy mit akart mondani. Ez most egy kicsit hörbi volt amúgy. Nagyon egyszerűen elneveztem bantáblának 7351, uh -huh. ez május 30-ával bezárólag. Így van. Na, most azt kell tudni erről a számról, ugye ez 2016, tehát ez 7 év alatt uh -huh. van így. Erről azt kell tudni, hogy ez 7 év alatt. Sok. De, hogy, ez, hogy ez a 7000, ez a bannolt account. Ebből már rettenetesen sokan visszajöttek, egyébként. Tehát ez az az időszak, amikor még nem hogy jöttek volna vissza. Az a szabályozás volt, mint most. Uh -huh. Várjál, mert láttam az arcodon, igen, hogy te igen, most azt igen, gondolod, igen. hogy fel lett oldva. Nem erre nem, 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 hanem hogy készítettek, hogy készítettek új accountot. Csak azért, hogy titeket nézzenek. Damn, bro. Ez elég szomorú. Ez amúgy tényleg elég szomorú. Üdvözlöm a kedves Mine Zone játékosait. Most szopatsz. Üdvözlöm a kedves Mine Zone játékosait. Engedjék meg, hogy meginvitáljam önöket a szerverükre. Található itt OneBlock, SkyPvP, Kingdoms és a többi. Garantálom, hogy ez Magyarország legbiztonságosabb szervere. Igen, azért már nem is kell az eredeti Minecraft, annyira biztonságos. A szerverre csatlakozási információk megtalálhatók az oldal biójában és a kommentek között. Nagy tisztelettel, nagy Alekosz voltam, érdről, vagyon őr. Úristen geci, ez nagyon-nagyon szörnyű. Ez nagyon-nagyon durva TikTok promó. Hell -na. Kérjük, ne használja ezt a zseblámpát mások ablakainak megzavarására, mivel rendkívül világos és még a tolvajokat is megijeszti, mert olyan világos, mint a nappal. Az új import lámpát használva széles körben oh! és nagy távolságra Lizer is ügyállítani, és négy darab lítium akkumulátorral rendelkezik, így hosszú használati időt biztosít és vészhelyzetben villogva lehet segítséget kérni nagyon biztonságos használni utazáskor, kempingezéskor, szabadidős tevékenységekhez, és akár nők is biztonságosan sétálhatnak éjszaka. Hát ezzel aztán nem biztonságos lesz, ha nő vagy, biztonságosan tudsz ezzel sétálni, de ha férfi, akkor nem biztonságos. Nagyon biztonságosan lehet ezzel sétálni. Az új vízálló anyagból készült, így még a forró nyári napokon is használható. A forró nyári napokon nem szokott esni az eső. Amúgy. Nem, nem, azért szokták ezt így vízállóra csinálni, hogy így az esőben. Forró nyári amúgy, meg a napokon nem, napokon, napokon nem használod. Több mint százezer darabot értékesítettek már belőle, és ha ma rendel, akkor a gyártó kampányának köszönhetően féláron meg... Miért vannak elf a lánynak? Azt megmondja valaki? Hogy lehetséges ez? Féláron megvásárolható. Ez az utolsó nap, amikor a termék visszatér az eredeti árához. Fú, de jó megvásárolom. Kösz, jó videó volt. Szia Manin, ha elfogyottam a csak szóljál, donételek százat, majd amit lesz, majd elszórjál, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.